Igen, nappal a mérkőzés után természetesen sokat gondolkodtam, mit kellett volna másképp, vagy mit nem, hát ezen semmi nem múlt, tehát nem érzem azt, hogy másképp kezdem próbálnom csinálnom. Alapvetően, amit tudtam is, az itt megint kiderült, hát óriási különbség volt köztük. Tudásban, súlyban minden ment, tehát nem azért mondom, tudtam ezt, mint én ki akartam magam próbálni, nagyon nem úgy sikerült, hogy én gondoltam. Hát ez egyértelmű, mert hát senki nem akar az első meccsben kikapni. Amitől meg még rettegtem, az a gyomorütés, mert azokon általában nem bízom, hogy ne a gyomorra legyen vége. De volt egy érzés, amikor utólag megnéztem a meccset, hogy nem is akadt nekem nagyon fejünk kivégezni, mert volt egy pár ütés, hogy meghúzott, és a vállamat találta el. Azt is célozta, és tényleg utólag vettem csak észre a felvételen. Úgyhogy csodálkozom az egészen. És a maga a gyomorütés, amit ott éreztem, azt megnéztem utólag felvételről, kis pöccintésnek látszott csak, de hát még nekem életbe így nem szorult be a levegő egy ütéstől, tehát ez nagyon kemény volt. Nagyon kemény éjszakán volt, egyrészt hát a maga vereség miatt sem vagyok, sőt, hogy nem jó boldog, a vereség miatt is szomorú vagyok, meg hát nem tudtam aludni a fireboardám miatt. Volt már sokszor nekem bőrös érülésem, tudtam, hogy mindig nehéz éjszakák vannak, de ilyen, hogy két oldalt fájt valami, sose volt. Na most ezt is gyakorlom. Úgyhogy meg nem bántam semmit, ilyet el kell vállalni, bármilyen állapotban is voltam. Most a persze, most bárkinek mondom, hogy nem voltam, vagy hogy voltam felkészülve. Alaphelyzet mindenki azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy vagyok felkészülve. Egy Brix-szeren ezt lehet mondani. Én is bizonyos szinten ennek igazat kell adjak, de ezt nem bántam meg, én meccset mindig elvállalok. Nem hiszem, hogy lesz még mérkőzésem, úgy már ezelőtt is ezt mondtam. De hát, hogy ilyen Brix-et nem hagyhattam ki, és nem is bántam meg. Még úgy sem, hogy benne volt az a rizikó, hogy jó, kellemetlen helyzetbe kerülök, meg két perc alatt meg padlózom. Ez benne volt, igenis benne volt, akartam boxolni vele. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mit bírok. Igen, mikor egy olyan ellenfél van, aki ütiveri az embert, akkor tényleg sokkal könnyebb esni össze-vissza, meg tényleg akkor... De most, amit mutattam ennél, szerintem többet tudok boxolni, csak nem egy Brix-ellen. Büszke nem vagyok a mérkőzésre, az biztos, de mondom, ezt tudtam is, hogy rizikóz benne volt. Csináltam valamire jobb meccset, és akkor nem ez valamilyen kellene nekem, de én ezt a meccset nagyon akartam. Itt nem a győzelemről volt szó, hát tudja mindenki, brutális csoda kellett volna. Ahhoz, hogy kicsit jobb meccs legyen, ahhoz talán nem kellett volna nagy csoda, de hát most ez nem az én napom volt, ezt így is mondhatnám. Olyan gyenge volt ez a teljesítmény, hogy biztos kapok itt mindent, amit lehetne. Azért sem fogom elolvasni a fórumokat, mert magamtól is tudom. Nem akarom most magamat még jobban felhúzni, pedig nekem ez a vereség, ahogy megtörtént, nem akarom még jobban. Tehát most az nem fog megváltozni, én nagyon akartam ezt, nagyon ki akartam próbálni magam. Most nincs is bennem ilyen szándék, hogy jaj, ha jönne még egy ilyen, persze úgyse jön, hogy akkor vállalnám, mert most kedvem sincs ilyenhez még egyszer, tudod. És hát most az is hülyeség, hogy miért vállaltam akkor el, én a csalam meccse óta egyszer sem voltam ringben, nem kesztyűztem. Most valószínűleg ennél valami jobb lett volna, hogy készülök rendesen, de az utolsó nem tudtam meg, hogy akkor megyek. Most hogy mehetek, érdekelt, ezt akartam, bevállaltam, a kellemetlen helyzetre is fel kellett készülni, elfogadom, ami írnak rólam. Tehát, hogy biztos írnak olyan miákat, de nagy része igaz most ebben a szituációban, mert ez kellemetlen volt, hát ennyi.